Sziasztok! Ismét Mass Effect, ezúttal egy gyors bejelentkezés a legújabb Reckoning többjátékos kiegészítő áttekintésével, mely egyben az utolsó kiegészítő a Mass Effect 3-hoz a Mass Effect 4 megjelenése előtt, amiről még nem sokat tudunk. Új fegyverek, új kiegészítők és legfőképpen 6 új karakter vár minket, őket fogom most gyorsan megmutatni. Elsőnek az adeptusok kaptak egy begyűjtőt. Igen, egy begyűjtőt. Képességét elnézve főként a lassan sebző debuffok dominálnak nála, illetve megkapta az NPC-ktől már ismeretes Seeker rajzást is, és biztosan jó mokkal lesz vele megviccelni az ellenfeleket. A katonák kaptak egy nehéz páncélos Get katonát, aki a többi Gettől eltérően nagyon strapabíró lesz, és közelharcban is aprítani fog. Egy Get Prime platformot kell majd elképzelni, aki a többi karakter fölé torgyosul majd. Egy újfajta pajzs képessége van, valamint egy nehéz fegyverzet és egy jól bevált, lerakható Get robotágyú. A mérnökök egy zsoldos kaptak, akinek a legérdekesebb tulajdonsága, hogy egy nyílpuskával nyomul, ami szintén nagyon egyedi, és képessége is ezen alapszanak. Ahogy nézem, egy kilőhető mozgásérzékelő aknája, robbanófejes és páncértörő nyílvesszője lesz neki. Az őrszemek kaptak egy Krogan hadurat, akit már volt szerencsém élőben is látni a harctéren. Röviden, a karakter hatalmas, talán a legnagyobb az összes közül. A tech páncélon túl lesz egy biotikus kalapácsa, amivel valószínűleg nagyon kedves lesz a Thor rajongók szívének, és igen masszív sebzéseket fogunk tudni bevinni vele. A beszivárgók kaptak egy robothölgyet, aki az ikertestvére Edie-nek a játékból. Rendkívül agilis, de törékeny kasztról lesz szó, az álcázás mellett lesz öngyógyítása és egy fagyasztó sugara, amivel valószínűleg lehűti majd a kedélyeket a csatamezőn. Végül a Vanguard kaszt egy női, hangsúlyozom női Turient kapott, aki elsősorban mérgeken alapuló közelharci képességeket és mérgezett pengéket részesít előnyben, és mellette még egy biotikus képességgel magát is erősítheti, ami egy aktiválható képesség lesz minden bizonnyal. No, hát ezek voltak tehát az új karakterek, nekem mind nagyon tetszik, és mondhatom, hogy tényleg egyediek és érdekesek lettek. Alig várom, hogy valamelyiket kioldjam és kipróbálhassam a csatamezőn, amiről természetesen majd videót is készítek. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornámra, hamarosan jelentkezem új videókkal. Sziasztok!